Az észak-macedóniai Krusevo Naum Naumovski Borcse középiskola tanügyi dolgozóinak küldöttsége vajdasági tanulmányútjuk során meglátogatták az Óbecsei Közgazdasági Kereskedelmi Iskolát, azzal a céllal, hogy megismerkedjenek a szerbiai szakiskolák működésével. A program az Észak-Macedóniai Magyarok Teleház szervezete és a Magyar Nemzeti Tanács együttműködésében valósult meg. Az elmúlt két napban középiskolákat látogattak meg, jártak Törökkanizsán, Szabadkán, illetve ma Óbecsén. Törökkanizsán a Dosztai Obradovics gimnázium és szakközépiskolát, Szabadkán a vegyészeti középiskolát, míg ugye Óbecsén a kereskedelmi, közgazdasági és kereskedelmi középiskolát, ahol megismerik az iskola működését, megismerik úgy az oktatási rendszert, és természetesen a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően megismerték a vajdasági magyar oktatás helyzetét, és milyen támogatással tudunk, milyen tanácsot tudunk biztosítani a diákjainknak, illetve egy munkajellegű megbeszélésen tegnapi nap folyamán voltak a Magyar Nemzeti Tanácsban, és ma pedig Újvidéken fogják zárni a kétnapos látogatásokat, megtekintik Újvidéket, illetve Péterváradot majd. Krusevo városából, amely nekünk, vagy számunkra, ott élő magyarok számára egy egészen kiemelkedő, fontosságú városka, azért, mert 1956 és 58 között ott volt elszállásolva 550 magyar menekült, és ez alapján mi egy nagyon jó együttműködést építettünk ki később a helyi önkormányzattal, feltártuk ennek a történetnek az egészét, és erre építve fontos és érdekes rendezvényeket tudunk megvalósítani, amelyben nagyon nagy segítségünkre van a Magyar Nemzeti Tanács és a Nemzetpolitikai Államtitkárság is. A vajdasági szakiskolák működésének megismerése mellett szó volt a szerbiai és az észak-macedóniai intézmények közötti együttműködés elmélyítéséről is, a tanulók érdekeit szem előtt tartva. Javasolták nekünk, hogy jöjjünk el és beszéljünk a jövőbeli együttműködésünkről. Nagyon kellemesen meglepődtem a meglátogatott középiskolás kollégáim szívélyes vendégfogadásán. Önzetlenül megosztották velünk tapasztalataikat, és szeretnének együttműködni velünk, aminek én különösen örülök. Az iskolák képviselői, melyeket meglátogattunk, megígérték, hogy eljönnek hozzánk szeptemberben, és hogy együtt ünnepeljük majd az iskolánk napját. Nagyon örültem ennek a látogatásnak, amely valójában még a tavalyi évre volt megbeszélve, de a jól ismert járványhelyzet miatt ez tavaly nem valósulhatott meg. Már éppen arra gondoltam, hogy ebből nem is lesz semmi, amikor Jerasz Anikó a Magyar Nemzeti Tanácsból értesített, hogy a macedóniai küldöttség mégis eljön. Be kell vallanom, hogy ez egy remek alkalom, egy remek együttműködésre, és ez nekem nagyon tetszik, hiszen mi mindannyian az egykori Jugoszlávia területén éltünk. Ezért külön öröm számomra, hogy ez a kapcsolat valamilyen módon újjászületik. Bárki is legyen ennek a kezdeményezője. A Krusevóról érkezett küldöttség nagyon közvetlen és barátságos volt, mint általában a macedóniaiak. Úgyhogy nekem ez a látogatás nagyon jól esett. Megígértük a macedón kollégáknak, hogy meglátogatjuk őket a város napján, és hogy részt veszünk az ételfesztiváljukon. Abban bízom, hogy akkor majd hivatalosan is megkötjük a krusevói iskolával az együttműködési szerződést, amely egy vendéglátókat képző iskola. Az észak-macedóniai küldöttség az Óbecsei Közgazdasági Kereskedelmi Iskola mellett meglátogatta a Szabadkai Vegyészeti Technológiai Iskolát, továbbá a török-kanizsai Dosztai Obradovics gimnáziumot és szakiskolát is.